Nvidia videókártyád van, és azt szeretnéd, hogy ebből így nézzen ki az MTA-d. Tartsatok velem ebben a videóban, és megmutatom, hogy hogyan állíthatjátok be ezeket a szép árnyékokat. Nem szeretném nagyon hosszúra húzni az egészet, ezért csak azt mutatom meg, amit látnotok kell. Szóval a leírásban megtaláljátok a linkjét a weboldalnak, ugye Guru 3D meg minden. Itt, hogyha lepörgettek egy kicsit, akkor itt lesznek a letöltő linkek. Mindenki, aki használja az kb. Ezt a Mirror EU Netherlands dolgot tölti le, itt pedig magától le is tölti a dolgot. Nos, le is van töltve, nagyon egyszerű a dolog, és itt most kaptok egy ilyet, kell legyen WinRAR a gépeteken, hogy kinyissátok a RAR fájlt, ezt töltsétek le, hogyha nincs meg, ennek is hagyok egy linket a leírásban, lényegében ez egy ilyen egyszerű kis program, amivel ki lehet csomagolni dolgokat. Oké, és most az a lényeg, hogy ezt csomagoljátok ki valahova. Csomagoljátok ki egy olyan helyre, ahol lehet, hogy véletlenül nem törlitek le meg hasonló dolgok. Nekem ennek már van egy folderje, ez a Guru 3D, ide fogom telepíteni, itt van az MTA mellett, így valószínűleg nem fogom véletlenül letörölni. Nos, most, hogy megvan a kicsomagolása, igazából csak rá kell kattintanom itt a folderre, és meg is tudom nyitni az Nvidia Profile Inspector.exe-t. Nos, és amiután bent vagytok a programban, valahogy így kell nektek kinézzen a dolog. Itt pedig most már csak beírjátok össze, hogy Grand Theft Auto is kidobja a San Andreas-okat. Már most, én most erre fogom aktiválni, viszont látjátok, hogy nekem is nem csak egy GTA jelenik meg, megjelenik ez is. Hogyha egyikkel nem működik, akkor használjátok a másikat, de még mutatok valamit, amit használni tudtok ennek tekintetében. Amint bedobtiteket az Nvidia Profile Inspector-be, valahogy így kell nektek kinézzen a dolog. Itt pedig most rákattintok az elsőre, és itt ki kell választanom az Arma 2-est. Rákattintok erre, SLI Compatibility Bits. Itt pedig ki kell keresnem azt, hogy Crysis. Elég sok cucc van itt, így elég nehéz kikeresni, de amúgy kell egy kis figyelem, és megtaláljátok. Itt is van Crysis, és itt is ugyanúgy a Crysis-szal kezdődőt kell kikeresni. Mégpedig itt is van az elején, tehát nem is kell legörgetni, itt van a körülbelül a háromnegyedénél, és erre rákattintodok. Most lejöztök a... annyi teendőtök van, hogy lejöztök ide, itt pedig ezt bekapcsoljátok, átrakjátok quality-re, és ez pedig enabled. És készen is van, most már csak annyi teendőtök van, hogy hozzáadjátok a dolgokat, amiket megcsináltatok. És ha beléptek MTA-ba, akkor elvileg most már látni fogjátok a különbséget. Hogyha nem működik a különbség, akkor rájöztök erre, és itt meg is jelenik nekem az MTA, és annyi a lényeg, hogy ezt így hozzáadjátok a profilhoz, hogyha nem működik. Vagy még lehetőségek az, hogy a proxyt kell hozzáadni, tehát ugyanúgy megnyitjátok az MTA mappáját, és onnan a proxyt kiválasztjátok, és azt adjátok hozzá a jelenlegi profilhoz. Mint látjátok, nekem nincs ez meg, hogyha nektek megvan és nem működik, akkor ez lehet a probléma. Hogyha megmondtátok a dolgokat vagy bármi, akkor nagyon egyszerű lenullázni a dolgokat, van ez a kis Nvidia logó itt, ezt megnyomjátok és visszaállítja a beállításaitokat az eredetire. A következő lépéshez beléptem MTA-ba, mivel erre van szükség. Itt lényegében bejövök a beállításokhoz, átmegyek a videófülhöz, és itt a játékot bármin van, átrakom mindig Borderless Windowba. Fog működni Borderless Keep Res-be is, ez ugye bár egy ilyen kis Borderless dolog megtartja a felbontást, viszont én Borderless Windowba használom a játékot. Full képernyőben nem fog működni, szóval ez lehet egy mínuszpont, viszont lehet, hogy megéri. És szeretném mondani azt, hogy ez az egész az én tapasztalatom szerint nem vesz le FPS-t. Voltak emberek, akik panaszkodtak erre, viszont szerintem ez olyan kérdőjelezhető dolog. Nekem még, sőt, az volt az érzésem, hogy sokkal jobban működik vele a játék. Remélem tetszett nektek ez a kis tutoriál videó, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és akkor találkozunk következőkor. Sziasztok!